Annyi munkahelyet kell létrehozni, amennyit a vírus tönkretesz. Ezt nevezte a gazdaságvédelmi akcióterv fő céljának Orbán Viktor. A miniszterelnök a legfontosabb intézkedések között említette, hogy az állam átvállalja a bérköltség egy részét. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nehéz időket élünk, de egyetlen magyar sincs egyedül. A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, mi annyi munkahelyet hozzunk létre. Három részből áll a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, melynek fő célkitűzése a munkahelyek megvédése, és a válság miatt megszűntek helyett újak létrehozása. Erről beszélt Orbán Viktor, amikor bejelentette a részleteket. Egyetlen magyar sincs egyedül. A miniszterelnök kiemelte, az akcióterv első ütemén már túl vagyunk. Ide tartoztak a TB járulék csökkentések, a katásoknak nyújtott segítség és a bankhitelek törlesztésének a felfüggesztése. Hozzátette, megindítják a második szakaszt, ami öt programból és számos alprogramból áll. Ezek között szerepel, hogy rövidített munkavégzés esetén az állam átvállalja a bérköltségek egy részét. A kabinet 450 milliárd forinttal támogatja a beruházásokat, elősegítve új munkahelyek létrejöttét. Emellett külön támogatást kapnak a kiemelt ágazatok, mint például a turizmus, az egészségipar. 2000 milliárd forintos kerettel az állam kamat és garancia támogatott hiteleket nyújt magyar vállalkozásoknak, és több lépcsőben visszaépíti a 13. havi nyugdíjat. Az új gazdaságvédelmi akcióterv forrásai komoly alapot képeznek a válságkezeléshez. Erről beszélt Palkovics László, a program koordinálásáért felelős miniszter az M1-en. Ez egy 9200 milliárd forintos csomag, ez ha a GDP-hez kell hasonlítanunk, ez valahol a GDP 18-20%-át jelenti, de én azt gondolom, hogy ez egy megfelelően tervezett csomag. Én azt szeretném hinni, hogy a válság az gyorsabban véget ér, és gyorsabban viszont tud érni a normál életünkhöz, amennyiben nem ezek a források, ezek elegendőek ahhoz, hogy azokat a hatásokat bizonyos szempontból, de tudjuk csökkenteni, amit a válság okozott. A munkahelyteremtés a legfontosabb cél a járvány okozta gazdasági károk enyhítésekor, mondta a Kossuth Rádióban a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, a pénzügyi stabilitás megőrzése megköveteli a felelős költségvetést. Ezért most az eredetileg tervezett 1% helyett a GDP 2,7%-ára tervezik az idei államháztartási hiányt. Azt mondta, ez az 1000 milliárd forint plusz mozgásteret enged a költségvetésnek. Ezek mellett a lépések mellett olyan gazdaságvédelmi intézkedések születnek, amelyek nyilván újak lesznek, de meg akarunk őrizni korábbi döntéseket. Például, hogy a 2016-ban érdekképviseletekkel, szakszervezetekkel kötöttünk egy megállapodást. A kormány törekedni fog arra, hogy ezt ebben az évben is betartsuk, ezért ebben az évben is csökkenteni fogjuk a szociális hozzáállási adó mértékét 2%-kal, tehát ebből a vállásából sem fog a kormány visszalépni. Ez olyan, mint egy dominó. A koronavírus járvány okozta gazdasági válságban sorra dőlnek el dominószerűen az egymáshoz kapcsolódó ágazatok. Ezért mostanra már valamennyi gazdasági szektort menteni kell. Értékelte a kormány gazdaságvédelmi akciótervét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parrag László a gazdaságvédelmi programban szereplő 2000 milliárd forintos hitelkeretről szólva hangsúlyozta, a forrásnak jelentős gazdasági hatása lesz. Akár csak egy nagy cég felvesz egy jelentősebb összeget, akkor az ő megrendelése megjelenik a piacon, és az valamilyen hatással bír aztán majd a kisebb vállalkozásokra is. Tehát ennek van egy ilyen spread, ilyen szétszóró hatása, ami mindenképpen fontos és pozitív. A magyar gazdaságot emelkedő pályán érte a válság, így a krízis kezelése során is nagyobb a mozgástere, mint a gyengébb gazdasággal rendelkező államoknak. Erről beszélt a Századvég gazdaságkutató vezető közgazdásza az M1-en. Szakáli István Lóránt emlékeztetett, a költségvetési hiány is évről évre egyre csökkent, és 8 év óta folyamatosan teljesítjük a Maastrichti kritériumokat. Ne felejtsük el, hogyha csak az elmúlt évet vesszük, akkor a magyar gazdasági növekedés, GDP növekedés Európai Uniós szinten az ír növekedés után a második legnagyobb növekedést produkálta. Azt se felejtsük el, hogy a munkanélküliség milyen alacsony 3%-os szinten volt a válságot megelőzően. Hangsúlyozta, az elmúlt 10 év következetes gazdaságpolitikájára volt szükség, hogy Magyarország ma gazdaságösztönző lépésekkel és nem hitelfelvétellel kezelheti a válsághelyzetet.